falvak zsupfedeles házai még a régi cselédsorsot idézik. De bármerre is jártunk, mindenütt úgy találtuk, hogy az emberek valami újon törik a fejüket. Íme három nyírbogáti ember, Kecskés bácsi és Babikék alakuló közgyűlésre indulnak már nem is először. 53 őszén sokan hallgattak a gőgös kulákportáról kiáradó gyalázatos szóbeszédre, és az 51-ben alakult termelőszövetkezetük felbomlott. Most hallgassuk meg őket, hogyan vélekednek. 1951 évben alakult csoportunk az első évben, dolgozott, ahogy dolgozott. A második évben pedig, hallgatva a Mendemonda beszédekre, hogy a csoporton kívül jobb a megélhetés, ennek következményeképpen feloszlott a csoportunk. Idestova két év, mióta kivilálók, önálló gazdálkodók vagyunk. Rájöttünk arra, hogy a suttogó propagandának nincsen igazda. Nincsen igazda, csak igyekeztek bennünket félrevezetni. Mostan elhatároztuk önként maguktól magunkat, valamennyien, hogy ismét csoportot szervezünk. Hát én csak azt szeretném, ha olyan termelő szövetkezetünk volna, mint amilyet én láttam Nagykállóban. Bizony Nagykállóba érdemes volt elmenni. A Rákosi TSZ is majdnem felbomlott 1953-ban, de aztán mégis együtt maradtak, s azóta alaposan megerősödtek. Az idén 55 forintot várnak egy munkaegységre, és emellett bőven jutott a közös vagyon növelésére is. A patyám nevelik a két legény, mint a patyám mondul a papirány.